Bár Romániában folyamatosan nő a koronavírusos esetek száma, a bukaresti vendéglátósok még mindig túlzónak tartják a kormány óvintézkedéseit. Ezért kötényekben és szakácsapkában több százan vonultak utcára, hogy a korlátozások feloldását követeljék. Bár a román fővárosban már hetek óta lehet használni a bárok és éttermek kerthelységeit, a tüntetők azt szeretnék, hogy a belső terek is nyíljanak meg, másképp ugyanis nem tudják fenntartani vállalkozásaikat. Sokan azt írták tábláikra, hogy egy illúzió miatt tesztek tönkre egy iparágat, a valóságban viszont a járvány nagyon is valós fenyegetés. Csütörtökre virradóan ugyanis több mint 1300-al nőtt a fertőzöttek száma, 80-an pedig életüket vesztették a COVID-19 következtében. Jelenleg 37.600 aktív betegről tudnak a hatóságok, többségük ráadásul pont a fővárosban, Bukarestben él.